Kedves nézőink, Önök az Universitas Televízió Navigátor című műsorát látják. 4 új díszdoktort avatott a PTE, gyakorló iskolák konferenciáját rendezték meg Pécsett, és rókaűző váltófutóversennyel búcsúztatták az utolsó napsütéses hétvégét az ország egyetemistái. Lássuk, mi történt még az elmúlt 2 hétben a PTE-n. 4 új díszdoktort avatott a PTE. Ez alkalommal nemzetközileg elismert szívgyógyász, építész, közgazdász és immunológus lett a dr. Honoris Causa cím birtokosa. A Pécsi Tudományegyetem ünnepi szenátusi ülésén 4 új díszdoktort avattak. A Honoris Causa doktori címmel járó talárt és oklevelet azok vehették át, akik több évtizeden keresztül kiemelkedően művelték tudományterületüket, nemzetközi elismerésre tettek szert, és szoros kapcsolatot tartanak fenn a Pécsi Tudományegyetemmel. Dr. Gabriel Elgávis az általános orvostudományi kar díszdoktora, a Birminghami Egyetem Biokémia Molekuláris Genetika Intézetének professzora és a Belgyógyászat Kardiológiai Intézet társprofesszora. Dr. Elgávis a szívizom NMR és MRI technológiák úttörő fejlesztője, nemzetközileg elismert, kiváló szakember. Mint külföldre szakadt honfitársunk, magyar és különösen pécsi, a Nukleáris Medicina Intézettel fennálló kiváló kapcsolatait folyamatosan fenntartja. Kiemelkedő a szívgyógyászati klinika munkatársaival való együttműködése is. Dr. Finta József, a Pollek Mihály műszaki kar díszdoktora, Magyarország egyik legtekintélyesebb építésze, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, Kossuth és Ybl díjas építész, számos szakmai szervezet vezetőségi tagja. Hazánkban a legnagyobb volumenű és a legtekintélyesebb építészi alkotások szerzője, nemzetközi szaktekintély. Dr. Gerd Hofstede a közgazdaságtudományi kar díszdoktora. Az általa kidolgozott dimenziók és metaforák alaptételnek számítanak a szervezettudományban, csak úgy, mint a menedzsmentben. Gerd Hofstede a Tilburgi Egyetem professzor emeritusa, a Maastrichti Egyetem kutatója és számos egyetem díszdoktora. Dr. Pierre Giorgio Natali az általános orvostudományi kar díszdoktora. Natali professzor egyike a legismertebb klinikai, illetve alapkutatást végző immunológusoknak. Igen jelentős tudományos személyiség. Kitűnő kapcsolatokat ápol a világ vezető immunológusaival. Az olasz orofaringeális daganat prevenciós program egyik vezetője. A művészeti kar ünnepi műsora után átadták a Harsány István díjat. Az elismerést a menedzserképzés alapítvány ítélte oda már 18. alkalommal, mellyel a menedzsment témakörben készített, kiemelkedő színvonalú munkákat kívánta elismerni. Idén a meghirdetett pályázatra beérkezett munkák közül 12-t díjaztak, ezek közül az egyiket a Pécsi Tudományegyetem doktori képzésében résztvevő hallgatók Bucher Tamás és Weiner János tudhatják magukénak. És Weiner János, a közgazdaságtudományi kar doktori programjában résztvevő hallgató. Támogató szolgálat segíti a fogyatékkal élő pécsi egyetemistákat. A rehabilitációs épület teljesen egyedülálló az országban, egyetlen más egyetemen sem működik ilyen átfogó szolgáltatásokat nyújtó szervezet. Zóra elsőéves, pszichológia szakos hallgató. Nemrég csöppent az egyetemi élet körforgásába kerekes székkel. Eddigi tapasztalatai nagyon jók, köszönhetően a támogató szolgálatnak. Az egyetemen belüli hivatalos ügyintézésekben is lehet tőlük segítséget kérni. Például nem kell sorbálnunk a tanulmányi osztályon, de a kollégium életet is megkönnyítik. Például bevásárolnak, és ha úgy van, akkor szórakoztató programokban való részvételünket is segítik, például én is voltam már moziba, úgyhogy ők vittek. A Pécsi Tudományegyetemen a támogató szolgálat 2005 óta könnyíti meg a fogyatékkal élő hallgatók mindennapjait. Segítséget nyújtanak a tanulásban, a közlekedésben, és mostantól köszönhetően az újonnan átadott épületrésznek a közös pihenésre és rehabilitációra is lehetőséget adnak. Pécsi Tudományegyetemen jelenleg több mint 210 fogyatékkal élő hallgató tanul. Közöttük megtaláljuk a látássérülteket, hallássérülteket, kommunikációs zavarral küszködőket, illetve mozgássérültek is viszonylag sokan vannak itt az egyetemen. Ez a szám országosan a legmagasabb. A Pécsi Tudományegyetem egyébként az ország felsőoktatási intézményei között elsőként létesített ilyen speciális épületrészt. Minden napi életünk is két szegmensből áll. Áll egyrészt abból, hogy értünk valamihez, és azt próbáljuk csinálni, megáll abból, hogy próbáljuk az információkat az embertársainkkal kicserélni.
kommunikálni feléjük, kinyújtani a segítséget, hogyha erre van szükség. És azt hiszem, hogy ez egy jó példája annak, hogy ez az emberi oldal is meg tud valósulni egy ekkora intézményen belül is, mint a Pécsi Tudományegyetem. A támogató szolgálatot 4 fős csapat alkotja, de a 2 szociális munkás, a szociálpolitikus és a gépkocsi vezető mellett sok önkéntes egyetemista is segíti fogyatékos társait. A kultúra gazdaságtana a gazdálkodás kultúrája. Látszólag összenemillő fogalmak, mégis kapcsolatuk szorosabb és meghatározóbb, mint gondolnánk. Neves külföldi és hazai szakemberek osztották meg egymással tapasztalataikat a közgazdaságtudományi karon, az eddigi kulturális fővárosok sikerének vagy éppen kudarcának kapcsán elemezve a jó és hibás döntéseket. A kultúra gazdaságtana a gazdálkodás kultúrája. Valamifajta olyan gondolatot próbáltuk megfogalmazni, amelyet egyébként már sokszor mondunk itt a karon, vagy régóta mondunk itt a karon, hogy 2010 az Pécs számára nem valaminek a vége kell, hogy legyen, hanem valaminek a kezdete. Ezekkel a gondolatokkal köszöntötte dr. Rappai Gábor dékán a sajtóképviselőit a Kultúra Gazdaságtana a Gazdálkodás Kultúrája című konferencián. A rendezvényt a Közgazdaságtudományi Kar szervezte nemzetközileg elismert szaktekintélyek részvételével. Az előadók egyrészt az Európa Kulturális Fővárosa program kapcsán járták körül a kultúra és gazdaság kapcsolatát, a kultúra gazdaságtanát, a kulturális létesítmények, intézmények és programok gazdasági aspektusait állították a középpontba, de megjelentek egészen más aspektusok is, melyek a kultúráról való gondolkodást vizsgálták. Az antropológiai megközelítés is fontos, ez az én előadásom témája. Ez a probléma nem más, mint hogy a kulturális gondolkodás, az érzések, viselkedésbeli különbségek hogyan alakulnak egy országon belül, és hogy hogyan viszonyul ez egy másik ország embereihez. Akkor egyébként már korábban felismerte a kulturális ipar és a gazdaság igényeit és az ezek közti összefüggések fontosságát, és úgy gondolja, hogy a 2010-es Európa Kulturális Fővárosa évadra képes lesz felkészíteni a város és a térség intézményeit, éppen ezért ez a konferencia a kar idei főrendezvénye volt. 4. alkalommal rendezték meg a pécsi sürgősségi napokat. A rendezvényen idén a sürgősségi ellátás pszichológiai aspektusait járták körül. Burnout, vagyis kiégés, ez a neve annak a jelenségnek, ami emocionális megterelés, stressz hatására jelenik meg, és mentális kimerüléssel jár. Egy folyamatról van szó, ami persze korán sem ilyen egyszerű, viszont annál súlyosabb és egyre több embert érint. Elsősorban az embereket, hivatásszerűen segítőket, így az orvosokat, ápolókat, szociális dolgozókat. A jelenség régóta ismert, mégis sok más pszichológiai problémával együtt ezzel sem foglalkoztak megfelelően eddig. Most ugyanis éppen ezek a pszichológiai aspektusok kerültek előtérbe a 4. pécsi sürgősségi napok előadásaiban. 2 éve készült egy felmérés, ami 300 mentő dolgozót érintett. Ebből kiderült, hogy 33%-uk közepes, 34%-uk magas kockázattal érintett a kiégés problémáját illetően. Eljött az idő, hogy szervezettel lépjenek fel a problémával kapcsolatban. Létrehozunk a foglalkozás egészségügyi részlegen belül, tehát a munkavédelmi osztálynak ezen a részlegén belül egy mentálhigiénés csoportot, erre a szakemberek megvannak, és az ő feladatuk lesz az, hogy először egy régiót szűrje lelke teljes egészében, és végezzék el azokat a terápiás beavatkozásokat, amiket ilyenkor kell, önsegítő csoportokat, antistressz tréninget tartsanak, stb., és utána az országra kiterjesztjük, ez több éves program. A 4. pécsi sürgősségi napokon sok elismert szakember tartott előadást, lehetőség volt korábbi esetek tanulságainak levonására, például a miskolci paneltűz kapcsán, de részletesen elemezték azokat a pszichés folyamatokat is, melyek a mentésben és ápolásban dolgozókat érintik. Hogyan kell bánni a tehetséges gyerekkel? Jó-e a versenyeztetés? Egyáltalán milyen is a tehetséges gyerek és mi a gyakorló iskolák szerepe? Többek között ezekre a kérdésekre keresték a választ a gyakorló iskolák 5. országos módszertani konferenciáján. A gyakorló iskolák igazgatóit köszöntötte a 3 pécsi gyakorló iskola vezetője, Jurisics Judit, Kovács Istvánné és Magasi András. Idén ők 3 voltak a házigazdái a gyakorló iskolák igazgatói konferenciájának és az 5. országos módszertani konferenciának is. Az iskolák vezetőinek szóló előadást dr. Rádli Katalin, az Oktatási és Kulturális Minisztérium felsőoktatási főosztályvezető helyettese tartotta, aki a tanári EMA felvételi vizsga tapasztalatairól és a gyakorló iskolákra való várható hatásairól beszélt.
A tanácskozás módszertani konferenciával folytatódott, ahol idén a tehetséges gyerek helyzete állt a középpontban. Időközönként, mint egy vádként hangzik el a gyakorlóiskolákkal szemben az, hogy egyfajta elitképzést folytatnak. Mi azt gondoljuk, hogy nem elitképzést végzünk, hanem megpróbáljuk a gyerekekben meglévő tehetségeket kibontakoztatni és fejleszteni. A 3 évente megrendezett konferencia idén 8 szekcióban zajlott. Az előadások során olyan problémák kerültek előtérbe, mint a tehetséggondozás, a versenyeztetés, de vizsgálták a tehetséges pedagógus helyzetét is, és azt, hogy pedagógiai szempontból mennyire lehet probléma a tehetséges gyerek. 80 km, 31 csapat és egy világszínvonalú időmérőrendszer. Röviden ez volt a Rókaüzők váltófutóverseny 2009-ben. Ennél persze sokkal több remek hangulat, fantasztikus teljesítmények és kimagasló szakmai színvonal jellemezte az idei nagy futást. 3, 2, 1, Kaposvárról indult a 31 csapat, és olyan gyorsan váltották egymást, hogy Abaligetnél értük utol őket. Táncos lányok, pörgős hangulat, minden nagyon sportos, és legyünk őszinték, nagyon más volt, mint 2 évvel ezelőtt. Ez egy teljesen új szervező csapat, aki idén csinálja a Rókaüzőket. Tulajdonképpen egy új stáb összefogott, és megpróbált egy igazi profi versenyt csinálni a Rókaüzőkből. Ez az eredménye, én azt gondolom, hogy minden ponton rendkívül színvonalas versenyt tudtunk biztosítani az ide látogatóknak. Ez egy garancia arra, hogy jövőre is színvonalas rókaüzők lesznek majd. 31 csapat indult idén 12 fővel, a 8 fiú futotta az igazán nehéz szakaszokat, de a 4 lánynak is kijutott a kemény menetekből. Milyen ezt lányként csinálni? Hát nem túl egyszerű, de meg lesz. Bízott a sikerben? Egyelőre csak szeretném teljesíteni. Az idei rókaüző futóversenyen személyes kedvenceim az igazi róka kocsik voltak, de persze ami tényleg lenyűgöző volt, az egy világszínvonalú csíprendszer, ami a futók idejét mérte. Ez a világ első jeladóval működő időmérő berendezése, amikor a versenyző áthalad ezen a speciális szőnyegen, helyzetét és idejét azonnal rögzíti, bárhol is legyen a világban. Most azonban itt a Szent István téren volt a legnagyobb szükség rá, ahol a befutókat várták. Az egyik legelső versenyző kimerülten, de nagyon lelkesen nyilatkozott nekünk a versenyről. Nagyon jó volt, nagy élmény volt. Véghúztam a lányoknak, jó volt. Elfutottam és sosem a rókaüző versenyen, idén palisztok be, hogy én jöjjek. Nagyon jó volt, nagy élmény volt. Azt hiszem, hogy jövőre is jövök. Megérte a hatalmas iram, az első és a második helyen is szegedi egyetemisták végeztek. Idén is megrendezték az egyetemi orvosnapokat a PTE általános orvostudományi karán, de kulturális programokban sem volt hiány az elmúlt 2 hétben, rövid híreink következnek. Az általános orvostudományi karon idén is megrendezték az orvosnapokat. Köszöntő beszédében a kar dékánja dr. Németh Péter összefoglalta a kar elmúlt 1 évének kihívásait és sikereit. Elmondta, a kar 60 millióval csökkentette adósságállományát. Az ünnepi ülésen az orvoskar Pro Facultate Medicini Emlékérem aranyfokozatát adományozta dr. Sümegi Balázs egyetemi tanárnak, a Biokémiai és Orvosi Kémiai Intézet igazgatójának. A kitüntetés ezüst fokozatát kapta dr. Ertl Tibor egyetemi tanár, dr. Götz Frigyes emeritus professzor, bronz fokozatát pedig Csapó Veronika titkárságvezető, Görbicsné Döbörhegyi Erzsébet főműtősnő és Péter Zsuzsanna könyvtáros. Az ünnepi ülésen dékáni dicséretben részesültek a kar érdekében kiváló munkát végző dolgozók. Átadták az Árpádházi Szent Erzsébet emlékérmet is, amit a Pécsi Orvostudományi Egyetem rektora alapított 1995-ben, hogy elismerje a gyógyító egységek szakdolgozóinak emberi és szakmai hozzáállását. A kitüntetést ebben az évben Milovec Gáborné érdemelte ki. Az egyetemi orvosnapokon arany, gyémánt és vasdiplomákat adományoztak a karon 50, 60 és 65 éve diplomát szerzett orvosdoktoroknak. Már hagyomány, hogy minden évben átadják a Romhányi emlékérmet, amit a hallgatók titkos szavazáson ítélnek oda a legjobb tantermi előadások keretében végzett, magas színvonalú oktató munka elismeréseként. Az emlékérmet egy elméleti és egy klinikai tantárgyat előadó oktató kapja, idén ismét dr. Szeberényi József egyetemi tanár és dr. Nagy Judit emeritus egyetemi tanár kapta a kitüntetést.
Az ünnepi eseményen a legjobban oktató intézeteket és klinikákat is díjazták, főigazgatói dicséreteket adtak át, elismerték a köztársasági ösztöndíjban részesült hallgatókat, és az egyes évfolyamok legjobb tanulóit is díjazták. Ebben az évben is átadták a közgazdaságtudományi karon a hágeni diplomákat. A PTE közgazdaságtudományi kar és a hágeni távtanulási egyetem között létrejött együttműködési megállapodás értelmében 2001 óta a Pécset tanuló közgazdászok diplomájuk mellé német nyelvű egyetemi végzettséget is szerezhetnek, ehhez pedig jóformán el sem kell hagyniuk Magyarországot. Ez egy olyan program, ami részint két nyelvben felnőttek, részint nagyon magas szintű német tudással rendelkezők számára alakítottak ki azért, hogy lehetőségük legyen mindkét kultúrát, mindkét tanulási kultúrát is megismerve egy magasabb szintet elérni, magasabb kvalifikációt, jobb eredményeket, tehát jobb tudást szerezni, mintha kizárólag Magyarországon szerezték volna meg ezt tanulmányaik során. Az ünnepélyes diploma átadón a legjobb tanulmányi eredményt elérő hallgató Füredi Alíz Commerzbank díjat kapott. Nekem nagyon tetszett, és gyönyörű szép a város, és az egyetem is eléggé furcsa, hogy egy teljesen másik fajta egyetemet is megnézhet az ember, mert megszoktuk ezt, ami a Magyarországon van, most ehhez képest egy másik rendszert megnézni. A városban is, amikor így valamit kellett keresnem, és mondtam, hogy turista vagyok, akkor mindenki rám mosolygott, hogy hú, egy turista itt, és de jó, mert nem az a tipikus turista vidék, de az is kulturális főváros lesz, és azt hitték már azért vagyok ott. Úgyhogy mindenki nagyon kedves volt, főleg az egyetemen. Alíz egyébként az első olyan diák a programban, aki személyesen hallgatóként Hágenben járhatott, és az ottani könyvtárban kutathatott. Idén összesen 7 hágeni diplomát adtak át. Integrációról és migrációs egészségügyről tartottak konferenciát az általános orvostudományi karon. Az esemény az Európai Integrációs Alapprogramján belül egy projekt próbaoktatása volt, ahol az elsődleges cél a résztvevők ismereteinek bővítése és közös interaktív munka volt. A migránsok sikeres és minél problémamentesebb integrációja ugyanis gazdasági szükség, de nem elhanyagolható szempont a probléma közegészségügyi kockázata sem. Dr. Ternák Gábor erről és alkalmazott epidemiológiáról is beszélt a próbaoktatáson. A projekt 6 modulból áll, és végső törekvése az, hogy a már meglévő alapképzettségekhez olyan új, sokoldalú tudást és készséget adjon, mely a hazánkban élő harmadik országból származó letelepedők számára segítséget nyújtó szakembereket munkájukban segíti. Hogyan használják fel, mire költik az adónkat? Magasak az adóterheink? Helyes és érdemes-e adót csalni? Visszaszorítható-e a fekete gazdaság? Ilyen és ehhez hasonló kérdésekre ad választ dr. Szilovics Csaba, egyetemi docens most megjelent könyve. A kötet egy igazán nagy volumenű, magyarországi és külföldi előzményekkel nem rendelkező kutatás eredménye, mely során 5 év alatt több mint 2508 oldalas kérdőívet töltöttek ki az emberekkel, hogy megtudják, mi a véleményük az adózásról, és egyáltalán milyen ismeretekkel rendelkeznek a témával kapcsolatban. A könyv ünnepélyes bemutatóján a szerző elmondta, a pénzügyi és jogi szempontok mellett sokszor pszichológiai, szociológiai, sőt filozófiai elemzések is megjelennek a lapokon. Ennek köszönhetően egy igazán jól fogyasztható és hiánypótló kötetet vehet kezébe az olvasó. A művészeti kar a képzőművészeti mesteriskola gyűjteményéből rendezett kiállítást a Nádor Galériában. Az 1990-ben alakult mesteriskola kezdeti és mostani periódusaiból is válogattak alkotásokat a tárlatba, amit Hegyi Csaba, a mesteriskola kuratóriumának elnöke mutatott be. Elmondta, a kiállítás egyfajta visszaemlékezés is, bepillantást enged közel 20 év munkájába. Thank you.
A Pécsi Püspöki Joglíceum emlékezete címmel konferenciát rendezett a Pécsi Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Kara. A rendezvényen az egyetemi könyvtár kiállítást nyitott meg a karon, bemutatva a Joglíceum írásos emlékeit. A Szepesi Ignác püspök által alapított Pécsi Püspöki Joglíceum csak nem 100 éves történetére emlékezett vissza a tárlat, ami kronológikus rendbe gyűjtve mutatta be a különböző tankönyveket, szakmunkákat, melyek mind a jogi szakoktatáshoz kapcsolódnak. A kiállítás gazdag történelmi múltat mutat be, gazdag kutató munka eredményeként fogalmazott a kiállítás megnyitóján dr. Fischerné dr. Dárdai Ágnes, a PTE egyetemi könyvtárának főigazgatója. A kiállítás az Állam és Jogtudományi Kar Rákóczi úti épületében tekinthető meg. Pécset koncertezett a Nordrhein-Westfáleni ifjúsági zenekar. A németországi fiatal zenészek őszi turnéjuk keretében látogattak el hozzánk, mivel már évek óta jó kapcsolatot ápolnak a PTE művészeti karának zeneművészeti intézetével. Az est meghívott előadójaként Baráti Kristóf szólistaként működött közre Beethoven D-dur hegedű versenyében. A rendkívül tehetséges hegedűművész 8 éves kora óta koncertezik itthon és külföldön, számos verseny díjazottja, rendszeresen fellép a nemzeti filharmonikusokkal és a budapesti fesztiválzenekarral. Több Franciaországban rendezett nemzetközi mesterkurzuson tanított, magas szintű tudását, virtuózitását most a pécsi közönség is megcsodálhatta. Kedves nézőink, Önök a PTE Unif TV Navigátor című műsorát látták. Várom Önöket 2 hét múlva, addig is megtalálják aktuális és korábbi adásainkat, és a Nyitott Egyetem című ismeretterjesztő műsorunkat az interneten. Viszontlátásra!